fedél nélkül. Tartós élelmiszereket kapnak az utcán élők, a melegedőkben pedig meleg étellel és ajándékcsomagokkal várják a rászorulókat. Már gyakorlatoznak, a leendő határvadászok lövészeten és rendőri testnevelés órákon vesznek részt Nyírbátorban. Ár, illat és tartóság, már a megyében is javában tart a fenyővásár. Több mint 300-an élnek fedél nélkül Nyíregyházán. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! A hajléktalanok ellátásáról egész évben több szervezet és egyesület gondoskodik Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is. Karácsony alkalmával tartós élelmiszerekből álló csomagokat kapnak az utcán élők, a melegedőkben pedig meleg étellel és ajándékcsomagokkal várják a rászorulókat. November 1-ével kezdődött meg hivatalosan a téli krízis időszak a hajléktalan ellátásban, ekkor nyíltak meg országszerte a melegedők. Az utóbbi hetek tartósan hideg időjárása miatt egyre több hajléktalan tér be az evangélikus egyház által működtetett oltalomszeretett szolgálat nappali melegedőjébe. Ott népkonyha is működik, és éjszakára is be tudják fogadni a fedél nélkül élő embereket. Nyilván időjárástól is függ, de ilyenkor ezeken a napokon az éves átlaghoz viszonyítva némileg megemelkedik a kihasználtságunk. Nem drasztikusan, tehát nem kell azt gondolni, hogy itt több száz ember megfordul nálunk, de mindenképpen 130-140 fölött van a naponta igénybevőknek a száma, illetve a népkonyha esetében pedig 170 körül számítunk most a napi kihasználtságra. Természetesen ez vonatkozik a éjjeli menedékhelyünkre is. Ott is, bár 100 férőhelyre van működési engedélye, de így a téli hónapokban, téli napokon azért 100 fölött van itt is az igénybevevők száma. Nyilván innen sem küldenek ki senkit éjszaka, hanem ha szükséges, akkor akár pótágyakkal is, de megoldják az elhelyezést. A Nyíregyházi Rákóczi úti intézmény az év minden napján, így karácsonykor és újévkor is nyitva tart, ide várnak mindenkit, aki rászorul ilyen jellegű segítségre. Több hajléktalan azonban éjszakára sem megy be a melegedőkbe, az ő ellátásukról a Periféria Egyesület gondoskodik. 35-40 közterületen élő hajléktalan ember ellátásáról gondoskodunk, de ez nem azt jelenti, hogy ennyi hajléktalan lenne a városban, hiszen sokan igénybe veszik a szállásnyújtó intézményeket, illetve vannak, akiket szívességből befogadnak ezeken a téli napokon, heteken, hónapokon. Így körülbelül 3-400 hajléktalanról beszélünk a városban, akiknek egy jó részével mi kapcsolatban vagyunk. A Periféria munkatársai utcai szociális munkával próbálnak segíteni a hajléktalanokon, emellett a nap 24 órájában elérhető diszpécser szolgálat és a krízisautó is rendelkezésükre áll. Odafigyelünk arra, hogy élelmiszerhez hozzájussanak. Most éppen karácsonyi csomagot állítunk össze tartós élelmiszerekből. Azonban fogadunk felajánlásokat is, tehát ha valaki úgy gondolja, hogy meleg étellel szeretné segíteni az utcán lévő hajléktalanokat, akkor ide a diszpécser szolgálatunkhoz, ha telefonál, akkor mi szívesen érte megyünk és kiosztjuk. Az egyesület mellett az oltalomszeretett szolgálat is készül az ünnepekre, a hozzájuk betérő rászorulókat karácsonykor ajándékcsomaggal várják. Kiváló fizikai kondíció és szellemi teherbírás. Ezekre van szükségük a leendő határvadászoknak. A Nyírbátori Képzőközpont gyakorlati foglalkozásán többek között lövészeten és rendőri testnevelés órákon vesznek részt a határvadász tanulók. Az intézményben eddig 135-en kezdték el a rendőri hivatást megalapozó tanulmányaikat. Ők őrjárőr társi részszakképesítést szerezhetnek a tanfolyam végén. 5 darab egyes lövés, önállóan, tölts, tűz! Lövészeten tanulják a fegyverhasználatot a határvadászképzés tanulói. Ez kiemelten fontos feladat számukra. Itt Nyírbátorban már két csoport is elindult, összesen 135 diákkal. A leendő határvadászok reggelente 7.45-kor sorakozóval kezdenek. 8 órától 15 óra 30-ig elméleti és gyakorlati képzéseken vesznek részt. 15.40-kor pedig század sorakozóval zárják a napot. Sokrét ugye a rendőrségünk, ezáltal az órák száma is elég magas. Ezen belül van közrend, jogi ismeretek, lőkiképzés, testnevelés,
aztán rendészeti igazgatás. Azt hiszem, nekem a kedvencem a közrend. Ez már egy rendőrségi testnevelés óra. A határvadászszolgálat a különösen jó fizikai kondíciót és a szellemi terhelés tűrését is igényli, ezért a hallgatók a felvételi eljárás során már túl vannak egy pszichikai, egészségügyi és fizikai vizsgálaton, valamint ellenőrizte őket a Nemzeti Védelmi Szolgálat is. A diákok az elméleti és gyakorlati alapok elsajátítása után a 6 hónapos oktatás végén alkalmasak lesznek a határvadász feladatok ellátására. Azt kell mondanom, hogy igazán nem más, mint amit általában csinálnak testnevelés órán. Itt is elsősorban állóképességfejlesztéssel foglalkozunk, illetve ezen túl rendőri testneveléssel, ami a rendőri kényszerű eszközök alkalmazására, illetve a testi kényszer alkalmazására készíti fel a hallgatókat. A rendőri hivatást megalapozó tanulmányokat összesen már 900-an kezdték el országszerte. A kormány célja, hogy 3000 fővel bővítsék a készenléti rendőrség állományát. A rendészeti alapismeretek elsajátítása után hivatásos állományba kerülnek a határvadászképzés tanulói. Ezután kaphatnak majd járőrtársi részszakképesítést. A fiatalok családalapításának támogatását és az otthonteremtés könnyebbé tételét tartja az egyik legfontosabb feladatának a Kereszténydemokrata Néppárt. Hangzott el a KDNP Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szervezetének évzáró rendezvényén. Mária Pócson, Kubatov Gábor a Fidesz alelnöke arról beszélt, jövőre is folytatódik majd a bérek emelése. Nehéz év végéhez közeledünk, és ebben az esztendőben számos kihívás érte az országot, de ezekkel sikerült megbirkózni. Többek között ez is elhangzott a Kereszténydemokrata Néppárt megyei évzáró rendezvényén. Az országos választmány elnöke az ideinél könnyebb 2017-es esztendőre számít. Azok a változások, amelyekkel már túl vagyunk, amelyek az elmúlt időben történtek, azok biztatóak és egyértelműen reményt adnak arra, hogy a következő évet is sikeresen tudjuk majd teljesíteni. Többek között ilyen a gazdaság fejlődése, a munkanélküliség alakulása, most egy kicsit a bérfejlesztések, amelyek az elkövetkező időszaknak a meghatározói lesznek, mind-mind olyan közérzetjavító dolgok, amelyek azt jelzik már előre, hogy a jövő év talán valamennyivel könnyebb lesz. Kubatov Gábor a Fidesz alelnöke híradónknak arról is beszélt, a 2016-os évben elindított változásokat jövőre is szeretnék folytatni. Én azt gondolom, hogy ha ezen az úton maradunk, hogyha nem történik valami olyan európai szintű átalakulás vagy kontextusváltozás, akkor én azt gondolom, hogy a következő év is legalább ilyen szép lesz, mint volt. Ugye most ebben az évben adókat csökkentettünk a cégeknek, ebben az évben fizetést emeltünk a közalkalmazottaknak, a rendőröknek, az orvosoknak, fölemeltük a minimálbért, ami azzal fog járni, hogy a bértábla fölfelé el kell, hogy csúszson. Tehát nincs olyan réteg, nincs olyan ember ma Magyarországon, aki kevesebbet keresne, mint a tavalyi évben, sőt, nagyon-nagyon sokan fognak több pénzt keresni, és azt gondolom, ez jövőre is folytatódni kell. A Mária Pócsi rendezvényen arról is szóltak, hogy a KDNP a fiatalok családalapításának támogatását és az otthonteremtés könnyebbé tételét tartja az egyik legfontosabb feladatának. 2016 a béremelések éve volt, mondta Simon Miklós, fideszes országgyűlési képviselő évértékelő sajtótájékoztatóján Nyíregyházán. A képviselő hangsúlyozta, az állami szférában történt béremelések mellett jövőre a minimálbér és a garantált bérminimum növekedésével a megyében dolgozók többet vihetnek haza. A politikus hozzátette, idén 3 milliárd forintot fordítottak a 471-es út felújítására, 2 milliárdból korszerűsödött a 49-12-es Újfehértó és Nagykálló közötti szakasza, Nyírbátor térségében pedig 3 körforgalom épült állami támogatással, és több fejlesztés is megvalósult. Én fontosnak tartom a Rosenbergernek a fejlesztését. Ez egy német cég, autóelektronikai eszközöket gyárt. Itt Nyírbátorban ezen cég letelepedését a Fidesz-KDNP kormány 860 millió forintos támogatással ösztönözte, és reméljük, hogy jövő nyárra már 400 új munkahelyre rendelkező új gyáregység indulhat Nyírbátorban a 471-es főútvonal mellett.
Személygépkocsi és teherautó ütközött össze szombat éjszaka Nyíregyházán a Kótai úton. A balesetben senki nem sérült meg, azonban a személygépkocsi totál károsra tört. Elindult a fenyővásár, a közkedveltek között van idén is a luc, de egyre többen választanak Nordmant vagy ezüst fenyőt. A részletekről hamarosan szólunk, előtte nézzük a híradó további témáit. Vereséggel zárta az évet a Nyíregyháza Blue Sharks. A kék cápák a bajnokság 10. fordulójában Hódmezővásárhelyen kaptak ki 90-75-re, így 5 győzelemmel és 5 vereséggel a 7. helyen állnak a tabellán. A nyíregyháziak legközelebb január 10-én a Nagykőrös ellen lépnek pályára. 32 csapat részvételével rendezik meg január 6-a és 8-a között a Continental Arénában a Kelet-Magyarország Eismann Hungária Kupa teremlabdarúgó tornát. Az 500 ezer forint összdíjazású rendezvényre 4 megyéből és a határon túlról is érkeznek majd csapatok. Ár, illat és tartóság. Ilyen szempontok alapján vásárolják a fenyőket. A legtöbb helyen a luc fenyőt már 2400 forinttól lehet kapni. A drágább Nordmann fák legolcsóbban körülbelül 5900 forintba kerülnek. Persze az ár a fa méretétől is függ. Sokan az utolsó pillanatra hagyják a vásárlást, és egyre gyakoribb, hogy nem vágott, hanem cserepes, vagy éppen műfenyőt választanak karácsonyfának. Vannak, akik már megvették, de sokan az utolsó napra hagyják a fenyővásárlást. Áruházak parkolóiban, piacokon, Nyíregyházán is sok helyen árulják a fákat. Herzko József szerint még 24-én is dolgozni fog. Az elmúlt évek tapasztalatai szerint a vevők abban bíznak, az utolsó napokban már kedvezményesen juthatnak a fenyőfákhoz. Az árak azonban a legtöbb helyen nem fognak változni, főleg a magas bérleti díjak és a fa szállítási költségei miatt. Import Nordmant fákat árulok. Ez több árban van, mérettől függően. Van 13 ezertől 20 ezer forintig. A 13 ezer forintos az 1,92-40 között, a 20 ezer forintos pedig 3 méter magasság körülbelül. Vannak, akik azt mondják, egyre többen vásárolnak műfenyőt, ezért is fogy kevesebb vágott fa, azonban nem mindenki tapasztalja ezt. Versenyhelyzet van, de ugyanúgy szerintem a tapasztalatok alapján ugyanúgy érdekli még az embereket a vágott fenyő. Ugye ennek van illata, szép, benne van a karácsony hangulatában, hogy fát díszíteni, és sokan választják az élő fenyőt még mindig. Luc fenyőt 2400, ezüst fenyőt 4900, Nordmann fenyőt pedig 5900 forinttól lehet vásárolni. Valaki az illata alapján választ fát, amíg másnak az az elsődleges, hogy tartós legyen. A legtöbbeknek azonban még mindig az ár dominál, sokan a töves, kiültethető ezüst fenyőt veszik. Vereséggel zárta az évet a Nyíregyháza Blue Sharks. A kék cápák a bajnokság 10. fordulójában Hódmezővásárhelyen kaptak ki 90-75-re, így 5 győzelemmel és 5 vereséggel a 7. helyen állnak a tabellán. A nyíregyháziak legközelebb január 10-én a Nagykőrös ellen lépnek pályára. A második helyen álló Hódmezővásárhely otthonában az első negyed derekán még vezettek a vendégek, de 10 perc után már a hazaiak álltak jobban 4 ponttal. A második negyedben újabb 3 pontot tett hozzá előnyéhez a vendéglátó, így a nagyszünetben még nyílt volt a mérkőzés. Fordulás után nőni kezdett a két csapat közötti különbség, a Hódmezővásárhely fokozatosan ellépett a cápáktól, akik végül 15 pontos vereséggel zárták az év utolsó meccsét. Győzni szerettünk volna, bár úgy látom, hogy még egy picit nagy feladat volt ez a mi fiatal csapatunknak. A Hódmezővásárhely ugye rutinosabb és idősebb játékosokkal áll föl. Ennek ellenére én úgy gondoltam, hogy a fiatal hév az majd ne fogja tudni ezt győzni, de sajnos egy picit megriadtak a játékosaink, és így az első pillanattól kezdve a Hódmezővásárhely vezetett. Próbáltunk fölkapaszkodni, néha közelebb jöttünk, de a végére kialakult az a különbség, amivel végül is tudtak győzni. Egy picit én szervezettebb és fegyelmezettebb játékot várnék a csapattól, illetve örülnék neki, hogyha a tét az nem nyomná ennyire őket, hanem a tét egy picit pozitív irányba lendülne el, vagy lendítené el a csapat teljesítményét.
A szakmai igazgató hétfőn sajtótájékoztatón jelentette be, hogy újabb támogató állt a csapat mellé. Azért választottuk a Nyíregyházi Blue Sharksot, mert szeretünk volna egy transzparensen működő, átlátható gazdasági háttér rendelkező szervezetet találni. Én úgy gondolom, erre Sitko Ernő személye garanciát jelent, illetve fontos volt még számunkra, hogy mindenképpen nyíregyházi bázis, a nyíregyházi fiatalok, a nyíregyházi játékosokra támaszkodjon a csapat. Az NB1B keleti csoportjának tabelláját a Miskolc vezeti 8 győzelemmel és 2 vereséggel, megelőzve az azonos mutatóval rendelkező Hódmezővásárhelyt. A Nyíregyháza Blue Sharks 5 győzelemmel és 5 vereséggel a 7. helyen tölti a téli szünetet. A két ünnep között Fazekas Csaba, Sitku Márton, Mokánszki Máté és Farkas Dániel az U18-as válogatottal edzőtáborozik, de az itthon maradók sem tétlenkednek majd. Karácsony után szilveszterig természetesen edzeni fogunk, egy picit átnézzük azokat a részeket, amikkel kevesebbet tudunk foglalkozni az év folyamán, és utána január másodikán folytatjuk az edzéseket, és próbálunk a 10. első mérkőzésre felkészülni, hiszen nagyon fontos, hogy meg tudjuk nyerni azt a találkozót. A Nyíregyháza Blue Sharks január 10-én a Nagykőröst fogadja, majd január 16-áig még le kell játszani a csapatnak a Hódmezővásárhely elleni hazai HEP-kupa negyeddöntőt. 32 csapat részvételével rendezik meg január 6-a és 8-a között a Continental Arénában a Kelet-Magyarország Eismann Hungária Kupa teremlabdarúgó tornát. Az 500 000 forint összdíjazású rendezvényre 4 megyéből és a határon túlról is érkeznek majd csapatok. 12. alkalommal rendezik meg január első teljes hétvégéjén a Kelet-Magyarország Eismann Hungária Kupa teremlabdarúgó tornát. A rendezvény egy év szünet után kerül vissza megszokott otthonába, a korábbiakhoz képest mégis lesznek változások. Ezúttal oldalpalánk nélküli 60x20 méteres pályán játszanak majd az 5 mezőnyjátékosból és kapusból álló csapatok. Az 5x2 méteres kapunak köszönhetően valószínűleg sok gólt láthatnak majd a nézők. A nevezők létszámából és a csapatok minőségéből már az derül ki előzetesen is, hogy egy fantasztikus tornát fogunk rendezni, hiszen 3 megyéből, és most már így Budapestről is érkezett egy csapat, így 4 megyéből érkeznek csapatok a megyek különböző településeiről, itt lesznek a nyíregyházi spillerek a bajnokságból, és nagyon sok nagypályás csapat is nevezett, első nevezőnk a Barabás FC csapata volt, de itt lesz a Baktolorant háza, a Sényő csapata is kompletten, hiszen ők már régi visszatérők. Én bízom benne, hogy ez alatt a 3 nap alatt, akik kilátogatnak a Continental Arénába, azok nagyon jól fognak szórakozni. A torna névadójának reményei szerint a korábbi 11 alkalommal tapasztaltaknál is izgalmasabb meccseket játszanak majd a csapatok. Bízom benne, hogy a megváltozott újra Continental Arénába való részvétel, sokkal jobb körülmények. Én azt mondom, hogy még színvonalasabbnak kell lenni a rendezvénynek. Ugye a 32 csapat az már majdnem adott, tehát a színvonal az megfelelő lesz, a körülmények csodálatosak. Bízunk benne, hogy az Eismann is ugye részt veszünk mi is ezen a tornán, és mi is hozzá tudunk járulni a színvonal emelkedéséhez. Csak növekedés és csak a javulás, csak az elfogadható. A torna összdíjazása 500 000 forint, emellett a szervezők a legjobb játékost, a legjobb kapust és a gólkirályt is elismerésben részesítik. A mérkőzések január 6-án délután 2 órakor kezdődnek, a döntő két részvevője pedig várhatóan vasárnap este 8 óra körül lép majd pályára. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. Csak Nyíregyházán több mint 300-an élnek fedél nélkül. A hajléktalanok ellátásáról egész évben több szervezet és egyesület gondoskodik a megyében is. Karácsony alkalmával tartós élelmiszerekből álló csomagokat kapnak az utcán élők, a melegedőkben pedig melegétellel és ajándékcsomagokkal várják a rászorulókat. Kiváló fizikai kondíció és szellemi teherbírás, ezekre van szükségük a leendő határvadászoknak. A Nyírbátori Képzőközpont gyakorlati foglalkozásán többek között lövészeten és rendőri testnevelés órákon vesznek részt a határvadász tanulók. Az intézményben eddig 135-en kezdték el a rendőri hivatást megalapozó tanulmányaikat. Ár, illat és tartóság. Ilyen szempontok alapján vásárolják a fenyőket. A legtöbb helyen a lucfenyőt már 2400 forinttól lehet kapni. A drágább Nordmann fák legolcsóbban körülbelül 5900 forintba kerülnek. Persze az ár a fa méretétől is függ.
A Kölcsei Televízió híradóját látták december 19-én hétfőn. Friss hírekkel legközelebb holnap este jelentkezünk, addig is műsorainkért és további hírekért látogassák honlapunkat. Én köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Holnap borongós időre számíthatunk, a párás, ködös idő továbbra is folytatódik. Az éjjel többnyire borult lesz az ég, éjszaka zúzmarára is számítani lehet, hószálingózás, ónos szitálás egyaránt előfordulhat, a változó irányú szél gyenge marad, reggel általában -4 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben többnyire borult lesz az ég, párás, ködös idő várható, hószálingózás, ónos szitálás egyaránt előfordulhat, a változó irányú szél továbbra is gyenge marad, délutánra -2 fokig emelkedik a hőmérséklet, fronthatás nincsen térségünkben. A markáns légköri frontok a következő napokban is elkerülik a Kárpát-medencét, magas nyomású zóna lesz felettünk, emiatt csendes, nagyobb részt borult, párás, hideg időre van kilátás, számottevő csapadék nem valószínű, de itt-ott előfordulhat szitálás, hószálingózás, nem várható szélerősödés és a hőmérséklet is csak alig változik napközben. A hétvégén érkező hidegfront hozhat némi változékonyságot időjárásunkban, a megélénkülő szél felszaggathatja a zárt felhőtakarót és elszórtan havazás is lehet.